Drága testvéreim, számomra és feleségem számára különös élmény és előjog az, hogy ezt a három szombatot együtt tudjuk tölteni, és a köztes időt pedig az evangélium hirdetéssel töltjük el. Ma és következő szombaton még lesz alkalmunk közösen együtt tanulmányozni a Szentírást. Ma Jézus Krisztus imájának egyik kérelmét szeretném felvetni, amelyet Máté evangélium 6. részének 13. versében találjuk feljegyezve, nagyon egyszerű, közismert, ne vigy minket kísértésbe. Nem tudom, drága testvéreim, ti hogy vagytok ezzel a kérelemmel, de számomra, mint lelkész számára évtizedeken keresztül problémát jelentett. Jézus Krisztus kísértésbe visz. Jézus Krisztus. Hogy lehet ezt érteni? Ma Isten segítségével délelőtt két oldalról szeretném megvilágítani a Szentírás és a prófétaság leke tanítása alapján ezt a kérdést. Az egyik az, ha hűek vagyunk Istenhez, akkor Isten határt szab mindenki, sátán minden kísértésének. És ezt a határt sátán soha nem lépheti át. Tehát az egyik, erről szeretnék tanulmányozni az első részében a témakörnek, tehát ismétlem, ha mi hűségesek vagyunk Istenhez, sátánnak Isten határt szab, eddig mehetsz, és nem tovább. Ez az érem egyik oldala. Az érem másik oldala viszont az, ha mi felületesen vesszük a dolgokat. Hallottam már nem egyszer ilyen kijelentést, ó, faragó testvér, nem szőrszál hasogató az Isten. Természetes, hogy nem. De amikor Isten valamit a Szentírásban megmond, akkor azt gondolta, amit mondott. És ami felületesen vesszük az isteni utasításokat, és kissé perifériára tereljük azokat életünkben, akkor mi magunk sétálunk be sátán csapdájában, és Isten nem tud védelmezni bennünket sátán kísértéseivel szemben. Ez a másik része a témakörnek, és van egy harmadik, hogy a megoldást. Úgy gondolom, többé-kevésbé ismerős számunkra Jób története. Jób történetéből szeretnék csak két mozdanatot megemlíteni, amiből világosan látszik az, hogy valóban Isten határt szab sátánnak. Jób könyvének első fejezetében találjuk azt, hogy a sátán fent van a mennybe. Úgyhogy Jézus Krisztus golgotai haláláig joga volt feljárni. Felment a mennybe, és azt mondta, ó, neked Istennek a sátán, ott van a földön egy szolgád, aki szeret téged, de azért szeret, mert megáldottad, körülvetted. És Isten azt mondja, jó, jó, sátán, állj meg egy kicsit. Tudom, meg akarod kísérteni, engedélyt adok rá. De csak eddig mehetsz el, elvehetsz mindenit, amie van. És amikor a sátán kimegy, meddig ment el Jób története szerint? Elvette mindenit, amie volt. A második részben hasonló történettel találkozunk. A második részből szeretném olvasni a 6. verset, amely így hangzik. Mondd az Úr a sátánnak, imé kezedben van ő, csak életét kíméld. És amikor kiment, visszajött a sátán a földre, meddig ment el Jób történetében? Elvette az egészségét? Miért nem vette el az életét? Azért, mert Isten azt mondta, hogy eddig mehetsz, és nem tovább. De ez nem csak Jób történetében van így. Hadd hozzak egy mondatot Jézus élete című könyvnek a 182. oldaláról. Mindannyian tudjuk Keresztelő János lefejezését. Szó szerint idézem ezt ebből a történetből. Sátán engedélyt kapott. Mit? Sátán engedélyt kapott, hogy hamar véget vethessen az isteni küldött föld életének. Ha mi hűek vagyunk Istenhez, megtehet a sátán velünk olyan dolgot, amire Istentől nem kapott engedélyt? Még álmunkba se gondoljunk erre. Amikor én a Szentírásban ezt megértettem, hogy ha én hű vagyok Istenhez,
akkor Isten gondot visel majd rólam, és addig engedi meg a sátánnak, hogy elmehessen, ameddig jónak látja az Isten, és egy makulátnyi, egy hajszálnyival tovább nem mehet el. Hozok egy rendhagyó idézetet. Ennek is nagyon boldog vagyok, amikor megtaláltam Szemelvények második kötetének a 297. oldalról hozok mindössze két rövid mondatot. Hallunk az Isten által megengedett kísértésekről. Milyen kísértések vannak? Hallunk az Isten által megengedett kísértésekről. Földrengésekről, árvízről és mindent elsöprő elemekről. Hallunk a háborgó óceánban elsüllyedt hajókról. És most figyeljük. Isten szólítja azokat a családokat, akik eddig visszautasították elismerését. A különböző szerencsétlenségek, amelyek történnek a világon, amit Isten megenged, hogy a sátán véghez vigyen, miért engedi meg? Isten szólítja azokat a családokat, akik eddig visszautasították az engedelmességet. Konkrét esetet mondok el. Szabadkán hosszú éveken keresztül szolgáltunk, és egy szombaton odahaza voltam. Üdvözöltem a testvéreket, amikor jöttek az imaházba, és jön egy ismeretlen fiatalember, és kérdezem, hogy hova van, azt mondja, a szabadkai. És nem láttalak eddig sohasem az imaházban. Azt mondja, az én szüleim Bánátban élnek, ők adventisták, sajnos mi elhagytuk az igazságot a bátyámmal, és most csütörtökön szerencsétlenség történt az édesapámmal, helyszínen meghalt. Bocsánat, kedden volt a szerencsétlenség, csütörtökön a temetés, és ott az édesapám koporsója mellett megfogadtam Istennek, hogy én visszatérek hozzá. Elfogadta ő is, felesége is az igazságot. Teljesedik Istennek ez a kijelentése? Megenged Isten szerencsétlenségeket. Miért? Hogy szólítson családokat, szólítson személyeket, akik közömbösen veszik az igazságot. Tudják, hogy mi az igazság. Tudjuk, hogy mit kellene tenni, de nem tesszük, mert felületesek vagyunk. Isten ezt is megengedi. Lapozzuk a Szentírást. Márk evangéliumánál találunk Gadara történetében, Gadara vidékén történt csodával kapcsolatban. Biztos emlékezünk rá, Jézus Krisztus kiűzte abból az emberből a sátánt, és utána valami történik. Olvassuk el Márk evangéliumának az 5. részéből, 10-től a 13. versnek az első szavaig. És igen, kérik őt, démonokról van szó, hogy ne küldje őket el arról a vidékről. Szeretném megkérdezni, függő viszonyban voltak a démonok Jézus Krisztus földi jelenléte alatt Jézustól? Igen? Tehettek a démonok, amit akartak, amikor Jézus a földön volt? De ez a törvényszerűség csak akkor volt így? Nem. Az egész emberiség történetében végighúzódik ez. Minden Istentől függ. Mikor? Ha mi hűségesek vagyunk. Nézzük meg tovább a 11 is. Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznójája, mely legel vala. És az ördögök kérik vala őt minnyája, mondván, küldj minket a disznónyájba, hogy azokba bemenjünk. És Jézus azonnal megengedte nekik. Bemehettek a disznónyájba az ördögök, amik engedélyt nem kaptak Jézustól. Akkor ez miért van megírva a Bibliában? Azért, hogy tudjunk egy történetről, ami 2000 évvel ezelőtt történt? Nem, legkevésbé. Az csak egyik ok, amiért meg van írva. Bátorítást akar Isten nyújtani mindannyiunk számára, ha hűségesek vagyunk. És ezen van a hangsúly, és erre szeretném tenni a hangsúlyt. Drága testvéreim, soha se legyünk semmibe megalkuvók. Megalkuvás sohasem Istentől van. Mindig a sátántól. A barátság oltárán
egyetlen isteni elvet sem áldozhatunk fel. Mert ha feláldozunk egy isteni elvet, akkor Istent sértjük meg. De ha hűségesek maradunk az isteni elvekhez, akkor megtörténhet, hogy embertársunk megsért. Bennük embertársunkat megsértjük. Azonban ismétlen, a barátság oltárán soha egyetlen hitelvet, egyetlen isteni tanítás sem ne áldozzunk fel. Itt is láttuk azt, hogy a démonok teljesen Jézustól függtek. Szeretnék hozni egy másik igét a Szentírásból, Lukács evangéliumának 22. részéből, amikor az utolsó vacsora után Jézus Krisztus megy tanítványaival Gecsemáné kertje felé, és a 22. résznek a 31. versében. Egyszerűen a beszélgetés közben Jézus azt mondja Péternek. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ími a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon mind a buzát. Mit fedd, mit takar Jézus Krisztusnek ez a kijelentése? Próbára tehette a sátán Jézus Krisztus tanítványait addig, amíg engedélyt nem kapott Jézustól. Ugye, hogy milyen egyszerű és milyen csodálatos és világos. Ezért nem is magyarázom, sőt, Jézus élete című könyvnek a 616 és 617. oldalról megint egy-két mondatot, ami magyarázza ezt a történetet. A tanítványok ebben a kritikus órában bekövetkezett alvásukkal nagy vesztességet szenvedtek. Krisztus ismerte azt az égető megpróbáltatást, és azért adja ezt a figyelmeztetést. Simon, sátán kikért titeket. Én engedélyt adtam sátánnak. Próbára tehet bennetek, de ti legyetek készen, legyetek éberek. És most sem egy mondat. És kedves testvéreim, vaj, ha ez a mondat üzenete megmaradna mindannyiunkban. Tudta kicsoda Jézus, hogy sátán azon munkálkodik majd, hogy megbénítsa józan eszüket, hogy ne készülhessenek fel a megpróbáltatásokra. Mit követett el a sátán Jézus tanítványainál? Megbénítsa józan eszüket. És azt gondoljuk, drága testvéreim, hogy ma veled és velem nem ugyanez a célja a sátánnak? Egyszerű dolog. Miért kell nekem részt vennem a szombatiskolán? Elég, ha eljövök az Isten tisztelet második részére. Nem kell annyira aprózni a dolgokat. Nem kell annyira görcsösen ragaszkodni az isteni elvekhez. Kitől van ez? Istentől? Még véletlenül sem. Azonban még egy gondolat erejéig szeretnék visszatérni ehhez, hogy megbénítsa józan eszüket. Örülök nagyon, hogy nálatok is látom John Paulinak néhány könyvét. Én személyesen ismerem. Szolnokon egyik nyári táboron ott volt, és azért mentem, mert ő ott lesz. Egyik prédikációjában legalább 10-szer ismételte, saját szemeteknek ne higgyetek, mert belesztek csapva. És úgy megértettem a prédikációjából, miért hangsúlyozta John Paulin testvér, vagy legalább 10-szer refrénszerűen ezt, hogy ne higgyetek saját szemeteknek, mert belesztek csapva. Hozok egy konkrétumot. Nem tudom, hogy nálatok levetítette a televízió körülbelül 25 évvel ezelőtt. Arról szól, hogy egy csodatevő ember felfektetett egy embert, akinek tumorja volt a gyomrában, felfektette, kézzel fogta és felvágta a hasrészt, belenyúlt, kivette a tumort, fröcskölt a vér, letette a tumort az asztalra, és mindenki látta, összenyomta a vájatot, a vágást, végighúzta a kezét, és még a heggedés sem látszott rajta. El lehet ezt hinni? Ha saját szemünknek hiszünk, beleszünk csapva. Soha ezt ne tegyük. Ha ne higgyünk a saját szemünknek, akkor minek higgyünk? Van egy örök igazság. Ma, amikor a kereszténység világszerte azt hangsúlyozza, csodákra kell építeni,
akkor álljunk meg hívő emberek, és tegyük fel a kérdést, én minek hiszek? A csodákban, vagy Isten szavában? Mire építem hitemet? A csodára, vagy a csodákra, vagy Isten szavára? Azonban ezen túl szeretnék még egy nagyon szép dolgot hoznia, az, hogy Isten mennyire határt szab Sátán kísértésének. Az első szemelvények első kötetében, 88. oldalon mindössze egy mondatot hozok Jézus Krisztus megkísértésével kapcsolatban. Csodálatos. Azt mondja, a helyszínen levő mennyei angyalok magasba tartották a zászlót, hogy Sátán ne léphesse át korlátait, és ne győzhesse le Krisztus emberi természetét. Mit értünk meg ebből? Kik szabtak határt Sátánnak, hogy meddig mehet el Jézus Krisztus megkísértésében? Sátán, hogy Isten angyalé megszabták eddig is, ne tovább. Azonban van ugyanezen az oldalon, pontosabban 89. oldalon, ránk vonatkozóan egy csodálatos ígéret. A Sátán emberi küzdelemben minden ember megkaphatja azt a segítséget, amivel Krisztus rendelkezett. Tehát ugyanaz a mennyei segítség mindannyiunk számára rendelkezésünkre áll, ha, és mi a feltétel? Ha hűségesek vagyunk. Kérnünk kell, de hogyha hűtlen vagyok, akkor mennyit ér az ima? Mennyit? Kimondhatom, hogy semmit. Tehát a feltétel az, hogyha ugyanebben az áldásban és oltalomban akarunk részesülni, és azt akarjuk, hogy Isten angyalai mellettünk álljanak a kísértésekben, akkor ugyanolyan hűségesen kell, hogy álljunk, ahogy azt Jézus Krisztustól tanuljuk. Isten fia emberként ugyanazokkal az ellenállhatatlannak látszó kísértésekkel küzdött, amelyek az embereket érik. Bennünket is ugyanolyan kísértések érnek, mint Jézus Krisztus. Itt láttuk eddig azt, hogy mit jelent, milyen feltétel mellett oltalmazhat Isten bennünket, és mikor szabja meg Sátánnak, hogy meddig kísérthet és meddig mehet, abban az esetben, ha mi hűségesek vagyunk hozzá. Nézzük meg az éremnek a másik oldalát. Mi történik velünk akkor, amikor önként besétálunk Sátán csapdájába? Elmondok egy történetet, egy egész könyv foglalkozik vele, az a cím, hogy Béke a fazékban. Arról szól az egész történet, hogy egy béka nagyon megfázott. És találtatott egy nagyon kedves állatbarát, már állatbarát idézőjelbe, és bevitte, hazavitte. És beletette egy nagy lábasba, és rátette a tűzhelyre. Langyos, kellemes, meleg vízbe, és a béka nagyon jól érezte magát. Igen ám, csak az állatbarát az melegítette az edényt és a vizet, és a béka észre se vette, hogy megfőtt. Mindig kellemes, kellemes, kellemes. És hadd kérdezem, ez a kellemes kérdés hányszor van jelen életünkben? Szeretnék itt is konkrét példákat hozni. Pátriárkák proféták című könyvének az 508. oldalán találunk egy nagyon elgondolkodtató kijelentést. Meneküljünk ettől a történettől béka a fazékban, mind a tűztől. Akik kötelesség teljesítésük közben kísértetnek meg, biztosak lehetnek abban, hogy Isten megvédi őket. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy a kötelesség teljesítés közben kísértetünk meg, akkor Isten velünk lesz? Oda menjünk, ahová Isten küld. De soha ne lépjünk önként Sátán területére. Lehet, hogy azt mondjátok, ó, faragó testvére, ez egy túlták fogalom, természetesen. Hogy tudjuk ezt megoldani? Oda menjünk el, ahová Isten, Jézus Krisztus is elmenne. Konkrét dolgot mondok.
Egyik alkalommal, igaz, nagyon régen történt, de soha nem felejtem el, egy fiatal ember eljárt az imaházba. Akkor még nálunk nagyon kevésnek volt, mert körülbelül 50 évvel ezelőtt fényképezőgépje, vagy 40-valahány. És nekem volt egy fényképezőgépem, és azt mondta nekem, Faragó barátom, nagyon jó barátságban voltunk. Én arra kérlek, hogy gyere el velem, megfizetem az utat, napi díjat fizetek, csak készíts rólam és a mennyei angyalokról fényképet, mert én időközönként látható mennyei angyalokkal találkozom és beszélgetem, és tőle utasításokat kapok. Tehát kifizeti az utat, jó napi díjat. Készítsem el a fényképet, amikor ő beszélget a mennyei angyalokkal. Ti elmentetek volna-e? Kérem. És azt mondta neki, hogy a világ kincsét nekem adod, akkor se kell. Soha ne lépjünk önként Sátán területére. De mondatnak a másik felét olvasom. De aki önként szolgáltatják ki magukat, a kísértéseknek előbb-utóbb elbuknak. Ne bízzünk túlságosan magunkba, mert biztos a vesztességünk egyedül, hogyha Sátán területére lépünk. Mi mindannyian tudjuk, hogy idéztem az előbb Jézus Krisztus szavait. Jézus Krisztus mondja Péternek, hogy a Sátán kikért titeket, hogy megrostálja mind a buzát. Mit mondott Péternek Jézus Krisztus? Mielőtt a kakas kétszer megszólalna, te háromszor megtagadsz engem. És hogy fogadta Jézus Krisztusnak ezt az üzenetét Péter? Ura, én halálba megyek inkább, soha téged nem tagadlak meg. Így gondolkodott Péter. És milyennek ismerjük magát Pétert? Egy őszinte embernek. És komolyan mondta ő azt, hogy ő inkább a halált választja. Egyértelmű, hogy igen. Miért csúszott el Péter? Miért valósult meg? Azért, mert Jézus így mondta meg, és eleve el volt rendelve, és másként nem is történhetett? Nem. Az egész jövendőlésről a Szentírásban Isten előre tudását és minden tudását igazolja, és semmiképpen sem eleve elrendelést. De olvasom Krisztus példázatai könyvnek a 102. oldaláról. Péter bukása nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan történt. Miért nem vette észre a béka a fazékban, hogy megfőtt? Fokozatosan. Sátán megelégszik, ha ma odaad oda kis súlyadat. Holnap elviszi a gyűrűs súlyadat, és hogy ne részletezzem, észre se veszed, hogy besétáltál Sátán tőrébe. Ma engedj ebben, holnap egy kicsit még tegyél hozzá. Látod, hogy semmi bajod nem történt, hát most már csak félig vagy hívő. Sok mindent már nem cselekszel az életben úgy, hogy a Szentírásban van megírva, és mégis rajtad van az Isten áldása, mondja a Sátán. És megetethet bennünket? Nagyon is egyértelműen. És most figyeljünk. Én tudom azt, hogy mi minden zajlik, és milyen tanítások léteznek a kereszténységben, de figyeljük meg ezt a mondatot, mert ez egy másik égköve a mai témakörünknek. Önbizalma arról győzte meg, hogy meg van mentve. Én hallottam prédikációt, amikor az a kérdés vetődött fel, hogy az a kérdés hangzott el, hiszitek-e testvéreim, hogy megvagytok mentve? Figyeljük meg, milyen összefüggésben hozza ezt prófétaság lelke. Azért kell elgondolkodnunk felette. Önbizalma arról győzte meg, hogy meg van mentve, és fokról fokra süllyedt, míg nem képes lett arra, hogy megtagadja mesterét. Egy nagyon sikamlós terület a kérdés, hogy meg vagy mentve. Miért? Mert 1 Korintus 10. résznek a 12. versében Pál apostol figyelmeztet bennünket, és azt mondja, hogy aki áll, hogy megy tovább. Vigyázzon, hogy el ne essen. Azt kérdezzen, drága testvéreim, mikor lehetsz te és én biztos abban, hogy győzni fogunk Sátán kísértései felett? Mikor? Egyetlen egy valami van. Ha alázatos szívvel elfűek vagyunk, és elfűen éljük, a mi életünket.
Még egy idézetet szeretnék hozni, szintén Krisztus példázatának 103. oldaláról. A magabízás veszélye fenyegeti azokat, akik elfogadták Krisztust, és első lelkesedésükben ezt mondják, most már meg vagyok mentve. Szem elől tévesztik, hogy gyengék, és hogy állandóan mennyei erőre van szükségük. Mikor tehetem le csatabárdomat? Mikor? Lehet, hogy egy más megfogalmazásban mondom el ugyanezt. Van-e a keresztény harcban hétvégi pihenő? Kérem, és évi szabadság? Mondhatom én azt, hogy én már elértem, és én már tökéletes vagyok, és van erőm ellenállni Sátán minden sértésének. Mondhatjuk? Akkor hogyan kell élnünk életünket? És erre hogyanra szeretnék Jézus életéből hozni megint idézeteket, idézetet pontosabban a 205. oldalról. Az ördögtől megszállt emberről ír, amit Kapernaumban történt, Jézus Krisztus tudjuk, hogy kiűzte és kigyógyította azt az embert. Mi történt ezzel az emberrel? Hogy jutott oda, hogy a Sátán teljesen hatalmába kerítette? Olvasom. Miután rálépett a lejtőre, gyorsan csúszott lefelé. Így van ez a hitéletben, testvéreim? Amikor megindul egy hívő ember, azt mondja, hogy hát nem kell mindenben hűségesnek lenni, feladható bizonyos elveket. Hol találja magát az ilyen hívő ember? Egy csúszamlós, sikamlós területen lejtő lefelé. Ez történt ezzel az emberrel is. Természetének nemes vágyait mértéktelenség és léhaság rontotta meg. Sátán teljesen irányítása alá vonta. Ezt olvassuk a Bibliában. Amikor felszólalt ez az ember a Kapernaumi zsinagógában, akkor az ember beszélt, vagy a démon, aki benne volt? Várom a választ. Az ember azt mondta, amit ő akart, vagy a démon mondatta vele a szavakat? Démon mondatta, tudjuk, hogy ki vagy, Izraelnek, Istennek a ma szentje. Tehát a Sátán beszélt, teljesen hatalmába kerítette. És most én egy nagyon elgondolkodható záró mondat. Az ellenség területére lépett, és Sátán összes képességét birtokába vette. Mennyi képességét? Összes képességét birtokába vette. Hogy ezt szemléltessem a Bibliából egy másik ismert történettel, hányszor kísértette meg Jézus Krisztust a Sátán a pusztában? Kérem, hányszor? Háromszor, három területen kísértette meg. És miért háromszor? Miért nem négyszer? Miért nem ötször? Miért nem csak kétszer? Miért háromszor? Miért? Azt mondjuk, hogy Ádám és Éva három területen bukott el, igaz? Egyik alkalommal fiatalokkal való beszélgetésben fiatalok feltettek nekem egy kérdést. A zsidókhoz írt levében azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. És akkor azt kérdezték, hogy jó, Faragó bácsi, rendben van, de akkor nem volt DVD, nem volt horror, nem volt pornó, és most szexfilm, stb. Azoknak nem volt Jézus Krisztusnak akkora kísértése, mint nekünk ma, nem volt diszkó, és stb. Akkor Jézus Krisztus valóban megkísértetett mindenekbe hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt, vagy van kivétel? Vagy sokkal nagyobb a kísértés, mint amit Jézus Krisztus átélt. A Biblia kijelentése hiteles. Csak el kell mondanom, abban, hogy a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése benne van az egész. Nincs negyedik kísértési terület. És
őszüleink teljesen elbuktak, Jézus Krisztus teljesen győzött, és itt is azt mondja, hogy az ellenség területére lépett, és a sátán összes képességét birtokba vette, hatalmába kerítette. Láttuk az éremnek a másik oldalát. De nem szeretnék csak elmondani az elveket. Konkrétumokban szeretnék tovább gondolkodni arról, hogyan szabadíthat meg bennünket, hogyan győzedelmeskedünk, hogyan diadalmaskodhatunk sátán kísértései felett. Ezelőtt már elmondtuk az elfűséget, de egész konkrétum. Példabeszédek könyvében találjuk a 4 rész 23. versében ezt a csodálatos igét, minden féltett dolognál jobban őrizd meg mit. És a szív mit jelent? Az elménk. Drága testvéreim, hadd mondjak el egy konkrétumot. Akié az elménk, mi azé vagyunk. Elmondok egy konkrét helyzetet. Hívő családban voltam, evangélizáltunk, és este ott volt a család, hát ugye ez körülbelül 25-30 évvel ezelőtt történt, és amikor még nagyon divatos volt, vagyis nem tudom, hogy ma mennyire divatos nézni a televíziót, az egész adventista család ott ült a tévé előtt egész este. Akkor még valamikor éjfélkor vége volt a műsornak is, bejelentették, hogy vége a műsornak, a családfő azt mondja, jaj, nekem már ennyi idő van, gyorsan imádkozzunk, mert reggel korán kell kelni. Leborultam a családdal együtt. De mit gondoltok, amikor becsuktam a szememet, mit láttam? Az, ami ott zajlott a képernyőn. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. De egy konkrét tanácsot szeretnék hozni a Biblia kommentár első kötetének 1032. oldalról vált idézet. Így hangzik. Amíg csak az élet tart, meddig? Amíg csak az élet tart, szilárd szándékkal kell őrizni a hajlamokat, indulatokat és szenvedélyeket. Mikor mondhatjuk, hogy célba értünk? Amikor befejeztük földi zarándokutunkat. És jön egy másik nagyon sarkalatos kijelentés. Egyetlen perc sem vagyunk biztonságban, csak amennyiben Istenre támaszkodunk, amennyiben életünk Krisztus által el van rejtve az Istenben. Hol van a mi bizalmunk? Miben van a mi biztonságunk? Pontosabban, kiben? Ha a mi életünk el van rejtve Jézus Krisztusban. És még egy nagyon elgondolkodható kijelentés Krisztus példázata című könyvből a 102. oldalról. Az a bűn, amely Péter bukását okozta, és a farizeust kizárta az Istennel való közösségből. Tudjuk Péter bűnét, tudjuk a farizeus esetét, ezért nem magyarázom. Ma is emberek ezreit rontja meg. Még egyszer egybeolvasom. Az a bűn, amely Péter bukását okozta, és a farizeust kizárta az Istennel való közösségből, ma is emberek ezreit rontja meg. Mi okozta Péter bukását? Olvastam az előbb. A magabízás. Mi zárta ki a farizeust a mennyből? Uram, én böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, ezt teszem, azt teszem, és nem vagyok olyan, mint az a vámszedő. Én, és harmadszor is én. Ma is az emberek ezreit, bennünket is tönkre tehet, és ezért tanulunk róla, és ezért beszélem, hogy ezt leszögezzük, és ez megmaradjon számunkra. Következő mondat. Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. Gőg és az önelégültség. És drága testvéreim, mi a Laodíciának a legnagyobb problémája?
semmire nincs szükségem. Így van. Legborzasztóbb. Te és én laodíciai vagyunk. A laodíciai időben élünk. Hogy állunk a gőggel és az önelégültséggel? De van még egy mondat. A bűnök között ez a legreménytelenebb és leggyógyíthatatlanabb. Akkor, ha győzni szeretnénk, akkor mit kell tennünk? Láttuk azt, ha elfűen éljük életünket, Isten határt szab Sátán kísértéseinek. Ha megalkuvó keresztényekként éljük életünket, akkor önként sétálunk be Sátán csapdájába, és nem számíthatunk egyáltalán Isten oltalmára és Isten segítségére. Van valami, amire szeretnék nagyon-nagyon hivatkozni befejezésül Rómabeliekhez írott levél 6. rész 16. verse. Rómabeliekhez írott levél 6. rész 16. verse. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek. Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Kedves testvéreim, egy dolgot szeretnék még elmondani. A Szentírásban sehol, ismétlem, sehol nincs, hogy lehet Istennek is szolgálni, meg az ördögnek is szolgálni, és örök életet nyerni. Ilyen nincs. Megfigyeltük-e a felolvasott ígében, melyik szó ismétlődik az ige második felében? Azt mondja, hogy annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek. Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Mire tanít bennünket Isten? Nem az is ismétlődik a Bibliában, ez nincs sehol. Vagy-vagy. Vagy engedelmes vagyok Istennek, vagy engedetlen. Egyik evangelizációs Isten tiszteletnek a végén odajött hozzám egy távoli rokon. És azt mondta nekem, Józsikám, kihúzta dallom a pokrócot. Na ez mit jelent? Azt mondja, arra kérlek, hogy ma este ne menj haza addig, míg el nem jössz hozzám. Nagyon fontos beszélni valóban van veled. Elmentem hozzá, meglátogattam, és azt kérdeztem tőle, mondd, mi újság? De azt mondja, hogy te, én eddig úgy gondoltam, hogy én jó hívő vagyok. Mármint milyen értelemben, az édesapja katolikus volt, az édesanyja adventista. És én időközönként eljárok a katolikus templomba, és időközönként elmegyek az adventista imaházba, és én azt gondoltam, hogy ilyen mennybe jutok. De amikor olvastam ezt az igét, és sokkal részletesebben magyaráztam, mint ahogy most ezt nektek teszem, megértettem azt, hogy itt nincs két út, nincs két diléma, nincs két lehetőség, és én most kétségbe vagyok esve. Ezt a kétségbeesésedet nagyon könnyen meg tudod oldani. Döntsd el, kinek akarsz szolgálni. Istennek, vagy a Sátánnak? Drága testvérem, tőled kérdezem most. Születhet-e a szívünkben, miután láttuk ezt a sorsdöntő dolgot ránk vonatkozóan? El tudjuk-e mi dönteni azt? Tudunk-e hozni egy újabb elhatározást? Nem számít, hogy 10 éve vagyok adventista, vagy 65 éve. Mert nem az évek száma garantálja számunkra az üdvösséget, hanem egy dolog, az elfűség Isten iránt. Tudunk mi egy ilyen döntést hozni, kedves testvéreim? Hogy Istenem, segíts meg nekem! Én talán az életúton vacilláltam egy kicsit. Sokszor úgy gondoltam, hogy letérek egy kicsit jobbra, letérek egy kicsit balra, és úgy is célba érek. De nekünk Isten azt mondja, hogy vagy a bűnnek szolgálunk, vagy Istennek. Tudunk mi egy elhatározást hozni, hogy Istenem segíts meg, hogy én teljesen a tiéd legyek? Valaki tud ilyen döntést hozni ma Isten? Isten házában levő Isten népe. Egy kéz annélkül, hogy kérdeztem volna, felemelkedett. Kedves testvéreim, én egy nagyon határozott kijelentést szeretnék tenni. Én szeretnék imádkozni azokért, akik a döntést meghozták. De ne álljunk fel azért, mert a mellettünk levő fölállt.
aki meghozta ezt a döntést, csak az álljon fel. Hogy imádkozzunk Istenhez, hogy Isten segítsen meg. Drága jó Istenünk, csodálatos teremtő és megváltó, köszönjük neked ezt az áldott tanítást, amit ígédből újból elénk tártál. Te látod mindannyiunknak szívét, akik felálltunk. Visszatekintünk elfolyt életünkre, és látjuk azt, hogy sok olyan dolgot megengedtünk magunknak, ami nem volt helytálló, ami ellentétben volt azokkal az elvekkel, amelyeket különben tudunk a Szentírásból. Bocsásd meg bűneinket! Add meg, Istenünk, hogy a szeretet az legyen úrrá mindannyiunk szívében. Ha van közöttünk valaki, aki haragot táplál másik testvér iránt, segíts meg bocsánatot kérni tőle. Add, hogy a te néped összeforjon, mint az apostolok a felházban, amikor a Szentlélek kiárasztását várták. Drága jó Istenünk, itt vagyunk az evangelizáció közepén, a legszentebb munkában, amelyet valaha is emberekre bíztál. Segíts meg, hogy mindannyian eszközök legyünk. Őrizd meg a fél szívvel való neked szolgálattól. Add, hogy teljesen a tiéd legyünk. Hogy te megállthass bennünket, és általunk azokat az embereket, akiknek szóljuk a te igédet. A te szent neved legyen dicsérve és magasztalva, ami engedelmes életünkkel, amelyhez te adsz erőt, hogy határt szabhass Sátán kísértéseinek, és mi győzők lehessünk, és a győzők jutalmát vehessük el szent kezedből. Ezt kértük Jézus Krisztus szent nevében. Amen.